A Barokk Fesztivál szerves részét képezi már évek óta a Nemzetközi Mesterkurzus. Ebben az évben 53 résztvevője van a nívós rendezvénynek a világ 11 országából, amely a népszerűségét is mutatja. Rengeteg tehetséges fiatal érkezett most is hozzánk. Van, aki éppen egy nemzetközi versenyre készül, van, aki a diplomakoncertjére készül, van, aki felvételire készül, tehát vegyes a társaság indítéka, hogy ki milyen célból érkezett most ide. Hát tegnap este volt például egy maratoni beszélgetésünk a kollégákkal, mert most már rajzolódik ki az a kép, hogy koncerteken mit fognak játszani ezek a fiatalok. Minden este holnaptól kezdve lesz egy körülbelül 3,5 órányi hangverseny, úgyhogy valami egészen elképesztő műsor mennyiség, és én gondolom, hogy minőség is rajzolódik ki majd a koncertek során. Hát természetesen a házi hangversenyeket, amelyek 9 óra körül kezdődnek itt a Menner Zeneiskolában szinte minden este. Lesz egy maratoni koncertünk 26-án hétfőn, ami 16:30-kor kezdődik majd itt a zeneiskolában, és a záró koncert az 27-én a Kapucinus templomban lesz, a legjavát fogjuk ott majd produkálni a most érkezett növendékek programjainak. A mesterkurzus professzorai évek óta változatlanok, Sebestyén Katalin, Schiffer Ervin és még sokan mások. Az oktatási módszereikről, a zene oktatásáról így vallanak. A koncertezést nem lehet otthon gyakorolni, vagy a fürdőszobába, mert ahhoz az kell, hogy a közösség is legyen, és azt csak élőbe lehet, és bizony hát akkor van izgulás, hogy sikerüljen az, amin dolgoztuk. Hibákat esőbb azt, hogy az ember tisztán játszol, ő az első, és akkor ne felejtse el azokat, amiket tulajdonképpen tanult, hogy idegességében elmarad az, hogy elmarad ez, és aztán az összjáték a kísérettel, és egyáltalában jelen lenni és adni magadat teljes mértékben a közösségnek, és hát a legfontosabb, amiért vagyunk, hogy a zeneszerzők műveit képesek legyünk jó irányba és jó módon előadni a közösségnek. Azt mondanám, hogy mindenre. Szóval zenére, technikára, mindegyiknek megvan a saját egyéni kívánsága, problémája, anyag, amit hozott, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindenre ki kell terjedjen a figyelmünk, ami az ő zenetanulásukkal kapcsolatos. És az egyénileg változik. Mindenkivel a saját nívóján kell dolgozni, és hát ez a cél.